Köszöntjük kedves nézőinket, Önök a híradót látják. Jó hírrel kezdjük adásunkat, ugyanis ma délután a Megyei Kórház 4. emeletén működő szülészeten világra jött a folyóév 651. kisbabája. Az újszülött nagyon jó egészségnek örvend édesanyjával együtt. A szakemberek megállapítása szerint alkalmas lesz József Attila, valamint kassákversek szavalására, de idegenkedni fog a zongorázástól. Most pedig kapcsoljuk a Mikes Kelemen Liceumot, ahol az igazgatóság részéről köszöntik a kisbabát. A Tájföldi Társulattal ez az 5. közös projektünk. Mi azt keressük, hogy mindegyik egy picit másabb legyen. A múlt nyáron egy olyan előadást hoztunk létre, amelyben nagyon kevés volt a szöveg. Most abban léptünk tovább, hogy nagyon sok szöveg van, és gyakorlatilag arra voltunk kíváncsiak, hogy ez a szöveg hogyan tud magyarul megszólalni, úgyhogy a tájföldi nézők számára eljusson, és hogyan tudunk az előadáson belül tájnyelven szövegeket megszólaltatni. Tulajdonképpen elég kevés volt az idő, de amikor így a végeredményre így ránézek, ugye ma este volt egy ilyen házi bemutató, és akkor csak azt tudom mondani, hogy megérte. Megérte, hiszen olyan kísérletben, olyan kalandban volt részünk, amiben azért így ritka. Mi próbáltunk kész változattal jönni, vagy próbáltunk mindenre gondolni, de hát odahaza, amire felkészül az ember, és itt, amivel találkozik, az azért két teljesen különböző dolog. Elsősorban a mi tervünk az volt, hogy fele-fele arányba hangzódjanak el szövegek, tehát fele táj és fele magyar nyelven. Ezt nem tudtuk megvalósítani, ez már kiderült rögtön az első próbán, hogy erre nem lesz elég idő, viszont így is azt kell mondjam, hogy azért nagyon jó arányban hangzanak el táj szövegek az előadásunkban, akár monológok is. A legizgalmasabb kísérlet számunkra az volt, amikor egy jeleneten belül a szereplők egymással táj, illetve magyarul beszélgetnek. Tehát ezeket a párbeszédeket meg kellett írni, meg kellett szerkeszteni, le kellett fordítani, sokat kellett beszélni róla. És hát ez rendkívül izgalmas, amikor gyakorlatilag ott helyben csak sejtik a színészek, hogy mit mond a másik, de egymás energiáit kell átvenni, egymás érzelmi állapotaiból kell tovább építkezni. Tehát ez mindenképp egy pozitívuma ennek a kalandnak. Számunkra, osonosok számára a másik nagyon izgalmas dolog az volt, amikor itt Tájföldön az itt legyártott, itt kinyomtatott banner diszletünket felépítettük, és hát gyakorlatilag itt készül, de ugyanolyan, mint otthon. Tulajdonképpen technikailag, hogy az előadás összeálljon, ebben voltak nehézségeink, a fény, a hang. Tulajdonképpen még mindig folyik a tájfeliratnak a kiavítása, de nagyon segítőkészek voltak a táj kollégák, tehát gyakorlatilag minden segítséget megkaptunk, amit megadhattak. Úgyhogy nagyon nagy lendülettel fogunk majd neki holnap. A turnénak sok helyszín lesz, 15 előadást fogunk játszani a következő két hétben. Hát ez mind-mind nagyon izgalmas. Egy nagyon-nagyon fontos kérdésre keressük a választ, és azt, hogy mi az, amit mi itt tudunk hagyni, mi az, amivel mi tudunk segíteni, mi az, amit mi meg tudunk tanítani, és tulajdonképpen az Ahogyan a víz tükrözi az arcot előadásunk formavilága olyan, ami igencsak kikezdte a tájföldi színészeket, abban az értelemben, hogy nagyon sok pontosságot követel, és az előadás nyelve, a színházi nyelve, a forma világa az egy nagyon erős színpadi jelenlétet és sűrítést kér a színésztől. És gyakorlatilag az volt a nehéz, hogy erre a színházi nyelvre rávezessük a tájföldi kollégáinkat, hogy megtapasztalják azt, hogy ilyen módon is lehet játszani, tehát hogy az eszköztáruk bővüljön. És most, hogy valóban én megnéztem a ma esti előadást, azt érzem, hogy ez a munka, ez a projekt, ez sikerült. És a színházi formán túl sikerült találkoztatni őket azokkal a témákkal, amelyeket mi fontosnak tartunk, hogy előjöjjenek ebben az előadásban, és gyakorlatilag, hogy belőlük is előjönnek, és belülük is megszülessen ez az előadás. Ezért gyakorlatilag
például tájklasszikus hangszerek is bekerültek az előadásba, vagy a tájklasszikus tánc is bekerült az előadásba. Tehát tulajdonképpen, amikor azt mondjuk, hogy itt az Ogyanovisz tükrözőasszonyt előadásunkat megcsináljuk Tájföldön, akkor mi egy tájföldi adaptációra törekedtünk arra, hogy tulajdonképpen az itt élő színészeknek az élete, a személyes története és a kultúrája hogyan tud beépülni és hogyan tud találkozni ezzel az előadással. Gyakorlatilag ők arról beszélnek, hogy azok a témák, amelyeket mi érintünk, itt is nagyon aktuálisak, vagy hogy egyre aktuálisabbak. Tehát tulajdonképpen mi, amikor odahaza beszélünk a saját személyes történeteinkről, akkor itt kiderül, hogy itt tulajdonképpen ezek a történetek mások számára is személyes történetekké válhatnak, és mi ezzel a reménnyel indulunk neki ennek a turnénak, hogy a tájföldi nézők ezeket a problémákat majd le tudják venni ebből az előadásból, és majd tovább tudják gondolni. Kedves nézőink, most pedig kapcsoljuk Bukarestet. Ha minden igaz, akkor Erdély András kollégánk már ott van a Kotrocseni palotában. Hallgatunk, András! สวัสดีครับผมสุริชัยกอบเกียรติสื่อสารตอนนี้พวกเราอยู่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าครับซึ่งตอนนี้นายกรัฐมนตรีที่เพิ่งถูกยึดอำนาจหรือคุณกุ้งสมสวัสดิ์เกิดอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเพื่อแสดงความยินดีกับทารกที่เพิ่งคลอดออกมาเมื่อบ่ายวันนี้ที่เมืองปทุมธานีนักการเมืองนะครับกำลังพูดคุยกันอยู่เกี่ยวกับความรับผิดชอบในวิกฤตการทางการเมืองที่เกิดขึ้นครั้งนี้โอ้ยพยกย่องผู้รักชาติเสียสละและสร้างความมั่นใจกับเด็กๆของพวกเราว่าพวกเขาจะปรับตัวให้เข้ากันได้เป็นอย
เฉลิมฉลองความรักที่จัดโดยเหล่าพรรคการเมืองทั้งหลาย